Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Kerekes Károly vagyok. Üdvözlök mindenkit ezen a gyönyörű, esős, nyári napon, a Zen teremben. Egy 10 napos haladó elvonulásom. Ezért jöttünk, hogy ezt gyakoroljuk. Régen egy tanításon hallottam, hogy tudod, mit kell csinálni? Tudod. Tudod, hogyan kell csinálni? Tudod. Akkor szervusz. És a tanító fölállt, és kiment. Úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy gyakoroljátok ugyanezt az ürességet, ami most látható és hallható. Akár itt bent, akár a folyosókon. Az nagyon fontos. Ugyanúgy az elvonulás része. Jó pár éve, amikor megkaptam az első meghívásomat ebbe a Zen templomba, egy apró, pici manőr miatt nem tudtam eljönni. Két feltétele volt, hogy ide jöhetünk a templomba. Egyik, érkezünk meg időben, a másik, hozzunk magunkkal malát. Hát én malát nem tudtam hozni, úgyhogy nem tudtam eljönni. A második meghívás, amikor megkaptam, és végre ide sikerült érnem időben, ez a hely ez teljesen elvarázsolt. Egy gyönyörű fából készült építmény, amelyben szinte leírhatatlan, hogy mennyi minden csoda és gyönyörűség van. Az életben rengeteg mindent kapunk, rengeteg mindent tapasztalunk. Rengeteg minden van, ami körülvesz minket, befolyásol minket, próbálnak irányítani. Rengeteg tapasztalatot szerzünk. És mégis, mikor dühösek vagyunk, haragszunk, bármi egyéb történik velünk, mégis egy kis csend, egy kis nyugalom.
ehhez, amire vágyunk. Ne szóljon senki, ne történjen semmi, csak hadd legyünk a saját gondolatainkkal. Jó pár szó feltették a kérdést, mit jelent számomra a zen. Még lehet, hogy most sem tudok rá válaszolni. Nem tudom. Az a fajta gyakorlói közösség, az a szanga, az a dharma, az, amit itt megtapasztalok, meg tudok magamnak adni, mert most már megadhatom magamnak. Mindennel felér. Ad nyugalmat, biztonságot. És remélem, hogy ti is ezt részben érzitek. Vagy tapasztaljátok. Az első zen meditációm alkalmával annyi utasítást kaptam, ülj le és csináld, mint a többiek. Életem egyik legjobb döntése volt. Utána eltelt pár év, még tudatosult bennem, hogy igazából megtaláltam azt, amit régóta kerestem, és talán többet kellene, jobban kellene. Meg kell találnom azokat a dolgokat, amelyek ezzel összefüggésben az én életembe össze tudom kapcsolni. Ha megkérdeznénk bárkit, mit jelent számára egy csend, nyugalom. Lehet, hogy mindenki mást válaszolna.
úton szeretném megköszönni mindenkinek, hogy velem voltatok.